könyvelő legyen a talpán, vagy adószakértő, aki ezeket folyamatosan nyomon tudja követni, akkor, amikor egy vállalkozásnak a könyvelését vagy adó bevallását készíti. Tehát mindenképpen fontos lenne, hogy egy stabil számviteli rendszer, egy stabil adórendszer, és hozzá a folyamatosan karbantartott tudással rendelkező mérlegképes könyvelők. Tehát ennyiben itt is van egy pozitívum, ami támogatható, tehát az, hogy a kormány majd kijelöli, hogy mely tanfolyamok milyen pontokat érnek, és a mérlegképes könyvelők ebből válogathatnak, azért bennem itt felvetődik a Fidesz kormány eddigi gyakorlata alapján. Én egy kicsit aggódom, hogy majd Matolcsi miniszter úr mely képző intézeteknek adja meg azokat a jogosítványokat, hogy náluk elvégzett tanfolyam alapján akkreditációs pontokat lehet szerezni. Tehát jó volna itt arról hallani, hogy ezt valamilyen verseny, valamilyen felkészültség alapján döntik el, hogy melyek lehetnek azok a képzőhelyek, ahol ezt el lehet végezni. Lehet, hogy ez is része a felsőoktatási törvény félig meddig előkészített változtatásának, hogy az ott felszabaduló kapacitásokat esetleg megpróbálják majd ezzel pótolni. Nem tudom, ez csak egy kétel, mert válasz nincs rá. A könyvvizsgálói tevékenység, és azért hagytam a végére, mert ezt ugyanolyan tragikusnak érzem, megint csak ahogy Nyikos képviselő úr elmondta, hogy ez nagyon látványos és hangzatos, hogy 100 millióról 300 millióra emelik a könyvvizsgálói kötelezettséget, de meggyőződésem, hogy ma nagyon fontos, hogy a könyvvizsgáló által hitelesített beszámolója legyen az egyes vállalkozásoknak, mert piaci viszonyok között az ad egyfajta garanciát a vevői körnek, a beszállítói körnek, hogy az adott céget könyvvizsgáló az előző évi tevékenységét hitelesítette és rendben találta. Ezzel a határemeléssel bizony nagyon-nagyon sok egyéni könyvvizsgálói tevékenységet folytató vállalkozó szerintem kerül a padlóra és marad munkanélkül. Tehát ez a megoldás azt jelenti, hogy azok a nagy könyvvizsgáló mamut cégek, amelyek ma amúgy is uralják az országot, tovább erősödik a pozíciójuk, és a kicsik elvesztik a piacukat. Tehát a költségcsökkentés mögött egyik oldalon van egy mézes madzag, a másik oldalon pedig egy vállalkozói kört, aki tudást és minőségi munkát ad, őt pedig kiszorítják erről a piacról. Tehát még egyszer megismétlem, államtitkár úr, hogy pont azért, mert úgy érezzük, hogy a néhány kedvezmény, ami ugyan nagyon-nagyon hangzatos, az nincs arányban azzal, ami többletterhet jelent ez a saláta törvény a magyar emberek, a magyar kis és közepes vállalkozások számára. Tehát ezért mi ezt nem tudjuk támogatni. Kérem, hogy fogadják el, talán még pont belefér a 30 másodpercembe. Szóval nem kellene ilyen pénzbehajtást csinálni, ha csak egy apróságot elfogadtak volna tőlünk, hogy a személyi jövedelemadó rendszerbe a gazdagok 16%-át nem vezették volna be, vagy még Cséfalvai államtitkár úrnak üzenem innen, hogy ha a járulékokat csökkentették volna 3 vagy 5%-kal, sokkal több eredményt érhettünk volna el, mint ilyen saláta törvényekkel. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 2 perces felszólalása következik a már starthelyzetben lévő Sejlin Gábor, LNP képviselő. Köszönöm szépen. Dancsó képviselőtársának szerettem volna reagálni röviden. Nagyon érdekes érzés ugyanazon a napon egyszerre euroszkeptikusnak lenni, antiliberálisnak, liberálisnak. Pár nappal ezelőtt még talán Cséfalvai képviselőtársammal vitázva, államtitkár úrral vitázva
valószínű, hogy szocialista baloldali lettem volna, úgyhogy ebből az érdekes bélyekavalkádból kellene valahogy kiválogatnom, hogy mi is tulajdonképpen, amit önök gondolnak rólunk. Látszik, hogy nehezen megy megemészteni azt, hogy miben is rejlik a zöld politika lényege, de hát bízom benne, hogy majd idővel sikerül megfejteniük. Csak röviden az adott témára reagálva, valóban arról van szó, hogy a regisztrációs adó csökkentés eltörlése az egy üdvözlendő dolog lenne, amennyiben a helyére egy olyan komplex gépjármű adót tudnánk állítani, ami ezt az adónemet ki tudja váltani, nem gondolom akkor, hogy ezt ne lehetne az Unióval elfogadtatni, vagy letárgyalni ezt a dolgot. Úgyhogy ennyit az euró szkepticizmusunkkal kapcsolatban, ami egy eléggé komikus bélyeg volt velünk szemben. Nyilván van nagyon sok olyan dolog, amit kritizálunk az Európai Unión belül, nagyon sok kritizálandó dolog van, de alapvetően azt gondoljuk mégiscsak, hogy belül tágasabb. A Nyikos képviselőtársam által megfogalmazottakra pedig csak röviden, 30 másodpercen maradt, hogy az, hogy egy adott szakmában sokan dolgoznak, az még önmagában számunkra nem érték. Lehet, hogy az adott szakmában ez az álláshelyek csökkenésével fog járni, mint ahogy a bankszektor szabályozása is az álláshelyek csökkenésével járna a bankszektorban vagy a pénzügyi szektorban. Ugyanakkor a gazdaság más ágazatain belül viszont valószínű, hogy egy javulást eredményezze, munkahelyek bővülését. Ilyen átállások, átalakulások rendszeresen vannak a gazdaságon belül, úgyhogy ezt önmagában nem tartom egy különösebben falsúlyos érvnek. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta. A következő felszólaló Volner János, a Jobbik képviselője. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát egy kétséget azért el szeretnék Serin képviselő társamban oszlatni. Hát a zavar, azt gondolom, hogy nem a többi párt képviselőinél van, hanem az LMP-nél. Hát többször elcsodálkozunk azon képviselőtársam, hogy LMP-s képviselők a szövegírók által megismert és megírt szövegeiket fölolvassák becsületes olvasó ember módjára itt az országgyűlésben, és ezek a szövegek gyakran ellent mondanak egymásnak. Aztán, ha ne adj Isten, a képviselő elvéti a sort, akkor nem tudja folytatni, hiszen nem a saját gondolatait ismerteti itt az országgyűléssel, hanem másokét, a szövegírókét, akik helyette dolgoztak, és elvégezték a képviselői munkának ezt az érdeminek mondható részét. A zöld elképzelések pedig, hát jó részt, már elnézést a kifejezését, de csak zöldségeket tartalmaznak. Ugye az atomerőművekkel és egyebekkel kapcsolatos álláspont az nagyjából annyiból merül ki, hogy nem kellenek erőművek, az áram a konnektorból jön. Hát ennyiben azt hiszem, hogy az LMP szakmai javaslatai jellemzően ki is szoktak merülni. De lépjünk túl, és tekintsük át ezt a gazdasági salátát, ami itt most előttünk fekszik, és nézzük meg azt, hogy milyen módon kerül be az országgyűlés elé. Képviselőtársaim, én megnéztem ezt a törvénycsomagot. Június 3-án nyújtották be az országgyűlésnek, 8-án már az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága tárgyalt is róla. Nagyon gyors volt az idő. Ez különösen annak fényében érdekes, hogy tegnap a Gazdasági Bizottság ülésén a kormány képviselője azért panaszkodott a Gazdasági Bizottság tagjainak, annyira kevés volt a kormány számára rendelkezésre álló idő, hogy nem tudta a kormány álláspontját egyeztetni. Most csak jelzem, képviselő urak, hogy tőlünk, ellenzéki képviselőktől rendszeresen azt várja el a kormány, hogy egy-két nap alatt foglaljunk benne állást, és szakmai álláspontot alakítsunk ki az önök által benyújtott törvényjavaslatokról. A törvényjavaslatok pedig úgy kerülnek benyújtásra, hogy szépen várnak, aztán péntek délután, mint ahogy történt ez a múlt héten is, 12 darab törvényjavaslatot nyújtanak be egyszerre, amiről egyébként már hétfő éjszaka tárgyal is az országgyűlés, aztán véget érnek az ülésnapok 3:46-kor reggel. Képviselőtársaim, itt nekünk nem a tempóval van baj, hanem egyrészt a törvényjavaslatok előkészítetlenségével, részint pedig azzal, hogy rendszeresen visszaél a jogalkotás eszközeivel a kormányzat, és megpróbálja formálissá tenni az országgyűlés szerepét. Kérdezem én, képviselőtársaim, előttünk van egy gazdasági törvénycsomag. Mi akadályozta meg a kormánytöbbséget abban, hogy végre legalább egyszer mutatóban elkészítse ennek a törvényjavaslatnak a költségvetési hatásvizsgálatát? Ugyanis akkor, amikor én a saját törvényjavaslatommal ellenzéki képviselőként, akinek ugye nem áll rendelkezésre a közféra több százezres létszáma,
bemegyek a saját törvényjavaslatommal mondjuk a Költségvetési Bizottságba, ott bizony az így felszólaló fideszes képviselők számon kérnek arról, hogy mi történt a hatásvizsgálattal, hol marad, hány milliárdba fog ez az adóváltozás az országnak kerülni. Hát tisztelettel jelzem önöknek, hogy ehhez a törvényjavaslathoz sem készült ilyen. Én pedig azt gondolom, hogy teljes joggal teszem szóvá ezt itt az országgyűlésben, hiszen a jogalkotási törvény betűjét, a demokrácia szellemiségét egyaránt alapul véve önöknek ezt rendszeresen meg kellett volna indokolni és ki kellett volna számolni. Ez sajnos itt nem történt meg. Az első pont rögtön nagyon érdekes itt a törvényjavaslatnál, ez a regisztrációs adót érintő változások sorát érinti, csak utalni szeretnék rá, tisztelt képviselőtársaim, megnéztem, hogy mit ígért Orbán Viktor miniszterelnök úr, mielőtt még miniszterelnök lett volna ismét. Hát ugye ezek voltak a bizonyos kerekekkel, szobákkal, gyerekekkel, stb. Összefüggő kijelentések. Miniszterelnök úr azt mondta akkor, hogy mindenképpen azt szeretnék, hogyha 1600 köbcentig regisztrációs adó mentes lenne a gépjárművek forgalomba helyezése. Tisztelt képviselőtársaim, önöknél van a parlamenti kétharmad, hol várat ez a javaslat magára? Jelzem szintén önöknek azt, hogy 2 darab olyan regisztrációs adót érintő törvényjavaslatot nyújtottam be jobbikos országgyűlési képviselőként az országgyűlésnek. A T961-es számon azt javasoltam, hogy töröljük el a regisztrációs adót, számszerűsítettük körülbelül 7 és 9 milliárd forint között ennek a költségvetési hátrányait. Amikor a Költségvetési Bizottság elé bekerült ez a javaslat, természetesen a szokásos parlamenti logika szerint fideszes képviselőtársak ezt a javaslatot lesöpörték, ezt a költségvetés nem engedheti meg. Hát hogy is gondoljuk, hogy egy 7-9 milliárd forint közti hátrányt a költségvetés képes elszenvedni, aztán telik múlik az idő, annak leszünk tanúi, hogy IMF hitelből megveszik a MOL részvénycsomagját, most éppen egy média cégben szerez tulajdonrészt a magánnyugdíjpénztárak vagyonának államosítása után az állam. Tehát egész egyszerűen egy nagyon zavaros és átláthatatlan gazdaságpolitikát látunk itt kibontakozni. A másik törvényjavaslat, amit benyújtottam, T2159-es számon fut, ebben azt javasoltam, hogy a robogó kategóriát nyugat-európai mintára 125 köbcentiméterig vagy 11 kW-os erőig tegyük regisztrációs adó mentessé, 11 kW-os teljesítményig ne kelljen utánuk regisztrációs adót fizetni. Természetesen ez a javaslat is elvérzett, gyakorlatilag érdemi indoklás nem hangzott el, a kormány jelenlevő képviselőjéről pedig kiderült az ülése, hogy el se olvasta az előterjesztés, halvány gőze nem volt arról, hogy maga az előterjesztés mit tartalmaz. Tehát akkor, amikor mi ezeket a demokráciát szűkítő kormányzati törekvéseket szóvá tesszük, akkor pont ezekre az esetekre gondolunk. Egész egyszerűen nem számol utána a kormány annak, hogy milyen költségvetési hatásokkal járnak a saját javaslatai, hasraütésszerűen hozták meg még az adórendszert érintő legfontosabb változásokat is. A törvényjavaslat második pontja a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásainak különös szabályairól szóló törvényt módosítja. Idézem önöknek, tisztelt képviselőtársaim, a törvényjavaslat szövegét. Az E85 üzemanyag és a benzin árának összehasonlítása alapján az E85 a rosszabb hatásfok miatt indokolt értéknél nagyobb árelőnyt élvez a benzinnel szemben. Ezért a javaslat szerint csökken az E85-re nyújtott jövedéki adókedvezmény mértéke, 12 forintos hátrányt jelent ez. Képviselőtársaim, maga a törvényjavaslat indoklásában sem szerepelnek azok a környezetvédelmi, biodiverzitásra vonatkozó és egyéb szempontok, ami itt egyébként elhangzik különböző más pártok képviselői részéről az országgyűlésben. Egy a javaslat célja, növelje a költségvetés bevételeit, annak az elhibázott gazdaságpolitikának, amiről most már beismerte a Nemzetgazdasági Minisztérium is, hogy csúnyán elszámolták a költségvetést, azért kellett költségvetési zárolás, mert 220 milliárd forintot tévedtek. Hát valahol be kell szedni a költségeit, most beszedik mindenkitől. Képviselőtársaim, miért is aggályos ez? Először is a magyar gazdaság hosszú távú, kiszámítható működését veszélyeztetik azok a javaslatok, amelyek egy befektetőt arra ösztönöznek adótechnikai eszközökkel, hogy hajtsa végre a befektetését,
az embereket, akik bioetanollal, E85-tel tankolják az autóikat, arra ösztönöznek, hogy hajtsanak végre több százezer forintos beruházást adott esetben egy autón, miután ezt ezek az emberek megteszik. Az állam ösztönzésének hatására átállnak egy másik üzemanyag típusra, ezután az állam elkezd azon spekulálni az önök kormányzása alatt, hogy hát milyen sok adóbevétel illan el, gyorsan változtassunk a szabályokon. Tisztelt képviselőtársaim, ez minden, csak nem kiszámíthatóság. Hát önök nem ezt ígérték. Stabilitásról beszél Orbán Viktor miniszterelnök úr, stabilitásról és arról, hogy majd kétharmados parlamenti védelem, pontosabban kétharmados alkotmányos védelem alá fogja az adózás és a nyugdíjügyek szabályait helyezni, azért, hogy megkösse a következő kormányok mozgásterét. Ez egy kimondott, bevallott kormányzati törekvés. Ebben az esetben semmi egyébről nincs szó, mint hogy önök ezt a stabilitást, amit egyébként saját kormányzati kommunikációjukban oly nagyon hangsúlyoznak, mind a magánemberek, mind pedig a befektetők felé átlépik, mellőzik, figyelmen kívül hagyják. Én azt javasolnám, hogy legalább egyszer készüljön egy olyan a nemzeti érdekeket figyelembe vevő hatástanulmány, amely a bioüzemanyagok felhasználását a magyar gazdaság szempontjából monitorozza, és mint itt a vita korábbi szakaszában is kiderült, nem ez a fő szempont önöknél, hanem az, hogy az Európai Uniós és különböző egyéb nemzetközi előírásoknak, kötelezettségeknek megfeleljenek. Hát én arra biztatom önöket, a magyar nép képviseletére küldték önöket az országgyűlésbe, a magyar nép érdekében kell, hogy eljárjanak, nem pedig elsősorban a nemzetközi szerződéseknek, előírásoknak való megfelelést kellene szem előtt tartaniuk. Amikor a dohánytermékek cigaretta jövedéki adójának felemelését szorgalmazza a kormányzat. Egyrészt egyetértünk azzal, hogy valamilyen módon vissza kell szorítani a dohányzást, egyetértünk azzal, hogy egészségesebb életmódra kellene az embereket rászoktatni, azonban itt is bevallottan, idézem szó szerint a törvényjavaslat szövegét, a negatív piaci és költségvetési folyamatok ellen hat a jelenlegi állapot, magyarul azért szeretnék a cigaretta és az egyéb dohánytermékek jövedéki adóját megemelni, hogy a költségvetés bevételhez juttassák. Én egy ilyen esetben hiányolom azt, az egyébként Nyugat-Európában, Amerikában, szerte a fejlett világon alkalmazott megközelítést, hogy lehetőség szerint egy közvetlen kapocs legyen az adóbevételek növekedése és a káros fogyasztási termékek elleni reklám bevételek, reklámkiadások növekedése között. Magyarul, amilyen adóbevétel növekedést elkönyvelhet ennek révén a kormányzat, annak legalább egy részét rögtön egyenes arányban fordítsa vissza, és próbálja azt elérni, hogy minél kevesebb fiatal és idős ember éljen ezzel a káros szenvedéllyel. Végül, de nem utolsó sorban, képviselő társaim, arra szeretnék utalást tenni, hogy amikor a gazdaságpolitikai eszköztárat használja föl a kormányzat, igyekszik ezzel élni, akkor van egy-két nagyon fontos dolog, amit nem ártana szem előtt tartani. Az egyik az, hogy amikor a költségvetés bevételeit növeli a kormány, akkor oly módon tegye ezt, hogy valóban hosszú távú, kiszámítható működést garantáljon gazdaság szereplői számára, legyenek ezek akár cégek, legyenek akár magánszemélyek. Másik nagyon fontos kérdés pedig az, hogy amikor az országgyűlés elé kerül egy törvényjavaslat, akkor lehetőség szerint olyan hatástanulmányokkal együtt kerüljön ide, amelyek lehetővé teszik a képviselők számára azt, hogy megalapozott valóban szakmai döntést tudjanak egy törvényjavaslatról hozni, ne pedig innen-onnan származó értesülések vagy információk alapján próbáljanak állásfoglalni, mint ahogy teszik azt mondjuk nagyon sokszor az LMP képviselő, hiszen nincs szakmai háttér, akkor csak így megy a törvényalkotás. Tehát arra biztatnám önöket, hogy ezen a téren, amikor előkészítenek egy törvényjavaslatot, végezzenek alaposabb munkát. Köszönöm szépen. Igen. Két perces felszólalásra következik Gurnándor, az MSZP képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr. Volner képviselőtársam
A gazdasági salát, a szóhasználatot mondta, fogalmazta meg. Igen, én is azt gondolom, helytálló és tényleg zavaros és elhibázott mindaz, ami ezen keresztül gazdaságpolitikai címszó alatt megjelenik. Zavaros, elhibázott és igazából kiszámíthatatlan is az, hogy mit akarnak önök tenni. Azt látjuk, hogy mit tettek az elmúlt egy esztendőben. Nem akarok végigmenni rajta, csak címszavakban. Rengeteg áthárítást tettek, elkobzásokat tettek, most is tesznek megszorításokat ezen törvény keretei között is, adónövelést hajtanak végre, és hát olyan intézkedéseket, amelyek direkt módon is a foglalkoztatás csökkenéséhez vezet. Ma itt már a könyvelőkről, meg a könyvvizsgálókról szó esett, meg a különbségtételről is. Csak és annyit szeretnék mondani, hogy a személyes ismereteim alapján nyugodtan mondhatom, hogy nem csak az a baj, hogyha 100-ról 300 millióra emelkedik az az értékhatár, ami a könyvvizsgálati lehetőség, szükségszerűség kérdésköréhez rendődik hozzá, hogy akkor beszűkül egy piaci felület mondjuk a könyvvizsgálók számára. Nem. Hanem az, hogy ezáltal nyilván valamelyest újra rendeződik a piac, a foglalkoztatás lehetősége szűkül, de ami talán legalább ennyire fontos az az, hogy a vállalkozói hitelesség kérdése is bizonyos értelemben elbizonytalanodik. Egyszerűen azért, mert a vállalkozások abban a helyzetben, amikor könyvvizsgálatokon esnek át, akkor nagyobb biztonsági faktorral néznek a jövőbe, és rájuk is eképpen. Ilyen értelemben ez nem adminisztratív csökkentésként fogható meg, ez egyszerűen megítélésem szerint egy helytelen döntés, egy helytelen gazdasági filozófia. Olyan, ami a kiszámíthatatlanságot tovább erősíti. Köszönöm szépen, elnök úr. A következő felszólaló Bödecs Barna, a Jobbik képviselője. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt ház képviselőtársaim. Engedjék meg, hogy mint szakmáját 20 éve gyakorló és 15 éve bejegyzett könyvvizsgáló ehhez az adminisztráció csökkentési programhoz szóljak hozzá. Hát először is szerettem volna az LMP felszólalóját egy kicsit helyre tenni, aki ugye úgy fogalmazott, hogy hányan dolgoznak egy szakmában, az nem érték. Hát úgy gondolom, hogy ebben az országban az a legnagyobb probléma, hogy lassan már semmilyen szakmában dolgozó nem lesz érték. Tehát itt az elmúlt években az orvosok sem voltak érték, látjuk, hogy mennyi orvos marad, a tanárok sem voltak érték, aztán meg még nagyon sok szakma nem volt érték. Azért, hogy az LMP értse, miről van szó, az egyetemhez képest egy posztgraduális képzést kell ebben elvégezni, ami 9 évig tart. Abban az időben, amikor én kezdtem, akkor 6 év szakmai gyakorlatot kellett, ellenőrzési gyakorlatot kellett igazolni ahhoz, hogy egyáltalán elkezdjen az ember vizsgázni. Ez úgy látszik nem érték. Na most a másik pedig az érték határral kapcsolatban az uniós szabályozás kérdése. Nem kötelező az értékhatárt emelni. Magyarország egyébként éppen a mikro és kisvállalkozások érdekében 2008-ban már egyszer emelt értékhatárt 50-ről 100 millióra, és így rengeteg valóban pici vállalkozás ki is került a könyvvizsgálatra kötelezetti körből. A mostani javaslat ugye két lépcsőben tartalmazza ezt az emelést. Az első lépcsőtől 5,6 milliárd forint díjbevétel megtakarítást vár a kormányzat, a második lépéstől pedig 1,9 milliárdot. Most a másodikat egy kicsit kirészletezném, hogy tulajdonképpen miről is beszélünk. Ez az 1,9 milliárd forint, ez kb. 7000 vállalkozásnak a könyvvizsgálati értéke, és ez a 7000 vállalkozás, ez a 200 és 300 milliós árbevételi körben van. Az egy vállalkozásra jutó átlagos könyvvizsgálói díj 271 ezer forint plusz áfa. Ez kérem szépen az árbevételnek egy ezreléke. Ez, hogyha egy havi átlagos nettó bérre egy 200 ezer forintra vetítjük, ez egy 200 forintos tétel, ami ugye a fémpénzben fejezhető ki. Na, ennyi megtakarítást hoz ez a csomagrész. És ehhez képest
majd megnézheti a kormányzat azt a vesztességet, amit majd az adó és járulékbevételek oldalán elszenved. Ugyanis a könyvvizsgálói szakma, bár nem kényszerít, meg nem hatóság, viszont felhívja a tulajdonosok és az ügyvezetés figyelmét az eljárásukban rejlő kockázatokra, melynek következtében jogkövető magatartásra ösztönzi a vállalkozásokat. Amikor az Unió megszabja azt, hogy meddig tartanak a kisvállalkozások, és adott esetben ad egy ajánlást arra, hogy az ő terheiket csökkentsük, akkor nyilvánvalóan nem a nevetséges terhek csökkentésére gondol, ez az egyik. A másik pedig nem arra gondol, hogy ezáltal egy olyan országban, ahol a jogkövető magatartás különösen ezen a vállalkozói szinten nem biztosított, hogy biztosítson egy olyan szabadosságot, ami által az állami bevételek jelentősen csökkenhetnek. Kérem szépen, a 15 éves bejegyzett könyvvizsgálói gyakorlatomból el tudom önöknek mondani azt, hogy az egyes vizsgálatoknál föltárt és a tulajdonosok, illetve ügyvezetés elé terjesztett adó, illetve járulék különbözetek összege, amelyeket önellenőrzés útján ezek a vállalkozások az állami költségvetésnek befizetnek, az esetek többségében meghaladja a könyvvizsgálói vállalási díj összegét. Ez azt jelenti, hogy nyugodtan lehet számolni azzal, hogy milliárdokat fog veszíteni a költségvetés. A következő, ami fontos. Milyen értéket teremt a könyvvizsgálat? Egyrészt teremt egy olyan értéket, hogy jogkövető magatartást ad. Másrészt teremt egy olyan értéket, hogy biztonságot ad a beszámolót olvasóknak, amik nem csak a vállalkozás tulajdonosait, de hitelezőit, vevőpartnereit és egyéb bankokat, egyéb szervezeteket is jelentik. A könyvvizsgálat további értéke, hogy gyakorlatilag a tevékenység folyamatos felügyeletével jóval kisebb a csődös, csalárcsődös vállalkozások száma a könyvvizsgált körben, mint abban a körben, ahol ilyen nincs. Tudjuk nagyon jól, hogy a bedőlt, csődbe vitt, eladott vállalkozások több 10 milliárdos adó és járulék hátralékot hagynak maguk után. Nagyon fontos a könyvvizsgálatnál a tulajdonosi szerkezet. Nem volt véletlen az, hogy 2008 előtt az egyszemélyes KFT-k könyvvizsgálatra kötelezettek voltak, akkor is, hogyha egyébként az árbevételi határt nem érték el. Ez azért nagyon lényeges, mert ahol egybeesik az ügyvezetői és tulajdonosi kör, ott teljesen más felelősségű viszonyok uralkodnak. Hogy beszéljünk egy kicsit arról, hogy a szakmával mi történik. Itt először 17 ezer, majd pedig 7 ezer cég kerül ki körülbelül a könyvvizsgálatra kötelezetti körből. Ez az első körben mintegy 1500, majd a második körben további 5-600 könyvvizsgáló munkáját teszi feleslegessé. A szakmában valóban a multik fognak uralkodni. Jelenleg is torz egyébként az egész könyvvizsgálói szakmának a piaca, mert az árbevétel nagy része a multinacionális cégeknél realizálódik, és a kicsiknek kevés jut. Amennyiben a magyar kormánynak a mikro- és kisvállalkozások megerősítése célja, akkor nem kellene egy egész szakmának pont ezt a kicsi és közepes részét ellehetetleníteni. Engedjék meg, hogy befejezésül elmondjam azt, hogy nagyon fontos kérdés még, hogy árbevételről vagy bevételről beszélünk-e a könyvvizsgálat értékhatárának meghatározásánál.
Nagyon sok olyan cég működik Magyarországon, amely az alaptevékenységében, cégjegyzékében foglalt alaptevékenységét nem fejti ki, hanem jelentős eszközállománnyal olyan jellegű pénzügyi befektetési vagy gazdálkodási tevékenységet folytat, amelyből nem nettó árbevétele, hanem egyéb bevétele